Üdv hölgyek, urak, itt Karvai, ez pedig a Warshift, egy Early Access-ben lévő RTS, TPS játék, aminek a fejlesztő megkért jobb fél évvel ezelőtt, hogy mutassam be a játékot, és ja, eddig nem nyúltam hozzá, mert igazán megbízható játékteszter vagyok. Hogyha van esetleg egy játékotok, vagy ismertek valakit, akinek van játéka, és szeretne egy kis tesztelgetést, meg ilyen coverage-ot, akkor nyugodtan szóljon, fél éven belül biztos hozzáérek. Szóval Warshift ezzel korábban egyszer már játszottam, viszont az katasztrófa lett, legalábbis az én részemről, talán egy picit vicces volt, majd feltöltöm külön azt is, hogy megnézhessétek, de alapvetően megérdemelne ez a játék egy rendes, gyors bemutatót, amiben már tudom is, hogy miről van szó. Szóval lényegében ez a játék egy ilyen skiffi, RTS környezet, annyiban TPS, hogy amellett, hogy klasszikusan RTS építed az egységeket, harcolsz az ellenség egységeivel szemben, a pályán szerzel területeket, meg ilyesmi. Van egy hős karakter is, akinek a bőrébe újthatsz, fejleszted a felszerelését, ilyesmi, és akkor azzal mozoghatsz harmadik nézetben a pályán, és vezetheted a katonáidat a frontról is. Mert miért ne tennél ezt egy tábornak? Ja, igen, és van kooperatív mód. Szóval itt van egy lista, arról elég ígéretes játéknak tűnik, vannak benne egyedi dolgok. Alapvetően jól néz ki, van ugye a multiplayer. Az mindig jó. Most egy kampányküldetést szeretnék megmutatni, amit szerintem most már tudnám, hogy hogy lehet megcsinálni így utólag. Ezt az Orbital Strike részt, egy űrbéli csata, vannak szaroszai csaták is. Egyelőre két frakcióról tudok egy ilyen gonosz kiborg izé, meg a Republic szövetség, ja, ami 32, az jó forró bolygó. Ha valaki esetleg nem tudná, a Föld átlag hőmérséklet 11 Celsius fok, szóval ez majdnem háromszor olyan meleg átlagban, ez a teljes bolygó átlaga gondolom, tehát ebben benne vannak a sarkörök is, mennyire lehet forró az egyenlítőn. Hát gondolom, kb. Háromszor annyira, mint a Földön. Itt aztán van leírás. Párhuzamos univerzum. De csak picit több ugyanítva. Na mindegy, Orbital Strike. Van egy kicsi sztori, van még videó is, hogy mi az, amire számíthatunk. Azért épp tudom tekerni. Ezt majd látjátok a rendesben is. Ja. Szóval ez elvileg egy ilyen egyszerű kezdőküldetés, és igazából nem tudom, mik a kezdőküldetések, mert én nem nagyon láttam, hogy lenne sorrend a kampányküldetések között, biztos van valami, csak én nem jövök rá. Ez volt itt a kis sűrhajócskám, mindjárt fel is szereltem volna. Rrr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 
Várj most, fuck you. És nincs több pénzem. Megint eljátszottam azt, amit... Na mindegy, játszunk, diszolj. Szóval most itt van ez az én kis űrhajóm. Tudok felerepkedni meg minden. Egérrel irányítom, VRSD-vel adok gázt, nitrógázt. Ilyesmi. És tabulátort megnyomom, akkor van egy ilyen stratégiai nézet is a játékhoz, ami most továbbra is kényelmetlen a számomra, mindig is az volt. Kéne egységet gyártani, csak vadászokat tudok. Mindegy, csináltatok 10 apát vadászt, addig is berepülök én is. Az ellenséges repülők, most átváltok fel a kis piros lézeremre. És folyamatosan okádja az ellenség ezeket hármassával, a csoportokban. Elég rosszabbak. Így né, oké, meddig nem állunk rosszul. Ezeknek tovább el kéne jutni a frontvonalon. Pontosan vannak ilyen kis dropshipek, amik a bolygóról mennek, és hogyha épségben átjönnek, akkor kapok nyers anyagot, amennyire tudom. Ezt. És... folyamatosan okádja őket az ellenség, ami elég nem való. Tudod a cél, hogy ezeket a bástyákat leszedegesem, és utána a főhajóban, mert van egy Dreadnought osztályú csatahajó, amit... Ja, azzal kéne lebombáznom az ellenségnek a főhajóit. Csak a
vagy a zavaró az az, hogy vannak itt ezek a nyomaják. Új szinten vannak. Az mi az, hogy nem tudom levinni rájuk a üvegemet, ők meg tudnak rám lőni. Van ilyen az űrben, hogy nem tudok akárhogy fordulni. Az, hogy legutóbbi tapasztalom, ha egyszer megölnek, akkor utána mindig egy lövést teszek nekik, ami utána már eléggel. Az, na mindegy, próbálj meg egy picit meglépni. Máshol megközelíteni egy ilyen szaros kis bástyát. Folyamatosan üldöznek engem. Be kéne ide hívnom a vadász gépeimet, annak lehet lenne értelme, viszont nem merek elszakadni a zenítást, mert félek, hogy amíg bint, amíg állítgatnék, pedig széjjel lennék szerint. Megmozdulnok? Van ilyen, hogy a... Oké, tudok. Szóval van olyan, hogy... Van respawnolhatni. Van olyan, hogy elfogy az energia, mire a löveget használod. Ki az, aki ezt megépítette mégis? Zseniális. Igen, klikon, megszerű. Mi kettő darab notam van? Oda az gépeket is. Na mindegy, akkor most építünk egy borzasztó flottát. Kettő dreadnoughtom is, azt tudom, hogy csak egy, hogy most kettőt kaptam, vagy nyertem még egyet, annyira jó voltam most. Nem tudom, de ezeket szét kéne lőni. Itt közelítünk még. Transform! Gyertek folyamatosan. És akkor elvileg kéne. Tudom azt most időni? Ja, jobb egérgomba, bocsánat. Most csak nyomtam. Nektek mennyire kell közel menni a blokkhoz? Kezdek picit aggódni. Megint ki fogom magam nyilatni, mert túl közel mentek és szét van ezeket szedni a bástyát. A bástyát lőtt. Ez borzasztó. Oké. Okay. Az jó. Most támadottam azt a szart. Van amíg vadászaim? Most legalább benn vagyunk a védelmünk mögött. Jézusom. Nem állunk túl rosszul. Vagyis mindjárt annyi lesz a hajóimnak és utána bajok lesznek. Gyerünk vadászok, intézkedjetek! Ennyi! Easy! Ki a király? Ki a király? Az a szobor nekem van emelve. Ez a legkevesebb. És... ez volt a küldetés? Ezen a kezdő küldetés? Valószínűleg egy szökés. Hát, mit veszítettünk, nézzük meg.
Meneküljünk! Már... Azt hittem, hogy ez a feladat. Rendben, ott vannak ilyenek. Silent Storm. Foglaljuk el dolgot, meg ilyenek. Na és mutatja, hogy éppen ott mi lesz a csata avatarom. Úgy közötti avatarom. Illetve... Ezt körül is meg tudom mutatni az ellenséges fajt is, bár láthatjátok majd a másik videómban is a... Enklávi. Jaj, nekik ilyen avatarjuk van, egy ilyen pauk, meg egy ilyen lávaszörny, és ez a kettő egyedül. Szóval szólnak pályák. Ja, ez egy feature most így. 100% a minőségem. Az nem tudom, hogy mit jelent, de jól hangzik. Szóval ez egy elég gyors bemutató volt, azt hiszem. Főmenő, megint, nem érne. És csekkoljátok le, ha van kérdés, akkor van egy egész kis regényt írt nekem a készítő, majd leírásban megadom azt is. Esetleg, hogyha úgy látom, hogy olyan, hogy megadhatom, hogyha nem volt ilyen titkos. Ja, értitek. Szóval a klassz kis játéknak tűnik, csak én az RTS-ekből picit kiégtem. Viszont majd bemutatok egy 2007-es kis űr RPG játékost. Addig is köszönöm szépen a figyelmet. Karvaj voltam, sziasztok. És írjátok meg kommentben a véleményeteket, meg ilyen. Hello.